A merlót szüretelték a napokban Balatonlelle határában. Ez a legfontosabb kék szőlőfajtája a garamvári szőlőbirtoknak, közel 20 hektáron terem. Hogy látszik is, teljesen egészségesek a fürtök. A szőlőszemek valamivel kisebbek, mint ahogy megszoktuk, kicsit rövidebb a fürtkocsány. Ennek köszönhető többek az, hogy kicsit kevesebb a termésünk is idén. Ha megkóstoljuk, akkor érezhetjük, hogy mézédes. Idén, július végén kezdték a szüretet a garamvári szőlőbirtokon, hasonlóra csak 2018-ban volt példa. Én azt mondanám, hogy kb. 3 héttel vagyunk a megszokotthoz képest előrébb, de hát az a megszokott is már nem az, amit a 90-es években tanítottak, hanem az is jóval előrébb van a korábbiakhoz képest. Merló, amiket korábban itt a borvidéken születeltek, olasz rizling, rajnai rizling, ezek mind-mind októberi szőlőfajták voltak régebben. Most meg éppen csak elmúlt az augusztus, és már nem az, hogy kényszer érésben, vagy azért szednénk, mert muszáj, hanem azért szedjük, mert megérett. A legtöbb szőlőfajtát már leszüretelték a szőlőbirtokon, mondta a főborász. A mennyiség a nagyon meleg és száraz nyár miatt kevesebb a vártnál, a minőséggel viszont elégedettek. Az összes borunk vagy erjed, vagy pedig már pincében van kierjedt állapotban. Amik még erjednek, azok a későbbi szüretből származók, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Furmint. Az összes többi szőlőfajta, tehát cserszegi, írsai, szürkebarát, ezek mind a pincében vannak, és hát a mi cégünk életében nagyon fontos szerepe van a pezsgőkészítésnek is, tehát pezsgő alapborokat is készítünk. Ezek közül még a Furmint, ami erjed, az összes többi az már kierjedt, részben itt van, részben pedig a budafoki pincékben várja a pezsgősítést. A tervek szerint 2-3 héten belül végeznek a még kint lévő kékfajták szüretelésével.